Szép estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt a hétfő esti Spiritus, az ES Televízió Sport, Szabadidő és Életmód magazinja. A mai adásból egy közel fél évszázados múltra visszatekintő egyesület kezdte meg újra működését a térségben. Hogy melyik ez és hogy mik a fejlemények, arról most hallhatnak bővebben. Kezdünk! Közel 5 évnyi szünet után 2016 őszén újraindult a versenyszerű gombfocizás a Dunakanyarban. A bő fél évszázados múltra visszatekintő Váci klub új formában Dunakanyar Forte Asztali Labdarúgó Klub néven került bejegyzésre 2017 áprilisában. Nem is olyan nagyon régen a fiatalok még nem tableteket és okostelefonokat gyűrtek szabadidejükben, hanem Puskásöcsi képével filmjelzett gombfocikat. A játék Magyarországon hatalmas népszerűségnek örvendett, ami nem is meglepő, hiszen hazánkból, illetve Brazíliából indult útnak. Elsőre talán nem tűnik egy életveszélyes extrém sportnak, de annyi bizonyos, hogy ezt is lehet profi szinten és versenyszerűen űzni, de ehhez kellenek bizonyos készségek. Logika és kézügyesség mindenképpen. A Spiritus stúdiójában most bővebben is beszélünk erről. Mai vendégeim tehát Szatmári Károly, illetve Baross Gábor. Ugye Karcsi, te többszörös világ és Európa bajnok gombfoci játékos vagy, Gábor, ugye te is hát eléggé otthonosan mozogsz ebben a játékban, továbbá te leszel a főszervezője egy június 17-e környékén startoló nemzetközi gombfoci eseménynek. Nos, hát mindenről kicsit fogunk majd beszélgetni. Kicsit olyan lesz majd, mint amikor elmegyünk ott bort kóstolni, minden egy picit. De elmélyedni igazából, ugye ez egy elég összetett dolog, nem tudunk majd, de mindenbe belekóstolunk. Nos, hát kezdjük az alapoktól, ugye. Tehát gombfoci. Hát engem alapvetően érdekelne az, hogy ezt miért tekintjük úgy sportnak? Tehát, hogy amikor úgy gondolkodik az ember, hogy elmegyek sportolni, hát akkor megizzad, valamilyen fizikai aktivitás van. Miért sport a gombfoci? Több összetevős ez a dolog, én azt gondolom. Én sportnak azt tekintem, ahol emberek valamilyen módon megmérkőznek egymással. Teljesen mindegy, hogy miben. Tehát valamiféle lefektetett szabályok szerint megnézik, hogy most éppen ki a jobb, ki a rosszabb. Buszon a helyekért? Így van, abszolút például, igen, tehát ez egy nyugdíjas sportnak kiváló. Egyébként csak nekik vannak segédeszközök. Ja, igen. Nekünk ugye ilyen jellegűek nincsenek. Tehát ugye a sportokat én azt gondolom, hogy külön lehet választani, tehát a gombfoci az egy szellemi ügyességi sportág. Itt nem arról szól egyébként, hogy most ki tud többet gyúrni, vagy ki az erősebb, ki a gyorsabb, itt inkább észjáték, illetve sokkal inkább a kézügyesség dönt. Egyébként nem feltétlenül igaz az sem, hogy nem kell hozzá fizikum, tehát azok, akik magas szinten űzik ezt a sportot, azok általában kiegészítő sportágakat is űznek. Nagyon jó példa erre egyébként az egyik budapesti versenyzők, aki szintén többszörös világbajnok, Horváth Imre, ő tájfut. Tehát ő minden egyes gombfoci verseny előtt tájfut. Ő ezzel tartja karban magát, mert egyébként marha jó pofa, de elmész egy versenyre, és amikor egy szombat-vasárnapi verseny alatt neked effektív, olyan nettó 16 órát kell állnod egy asztal mellett, azért a végén egy kicsit lerobbansz. Mm-hmm. Tehát azért az. Tehát akkor kell az állóképesség is. Ugye? Abszolút, az mindenféleképpen. Jó, és akkor mondjuk egy mérkőzés hogy kezdődik? Tehát rendesen van, akkor ott is mit tudom, bemelegítés, 800 karkörzés, vagy hogy kell elképzelni egy mérkőzésnek mondjuk az előkészületeit? Te a személy szerint mondjuk hogyan végzed? Nem nagyon van idő felkészülni egy versenyen, de igazából itt is szakága válogatja. Tehát ugye, amikor azt mondjuk, hogy gombfoci, akkor a legtöbbünknek az ugrik be, amikor a trafikban megvettük annó a kis fényképes hóbelebancokat, és ugye azzal pöcögtettünk. Ez ugye nagyon tovább fejlődött már ez a történet. És ugye per pillanat itt mi Magyarországon három szakágat játszunk, ezek közül az egyik az a szektorlabdának nevezett válfaj, ami ekte magyar találmány, tehát az 1900-as évektől fejlődött Magyarországon a gombfoci valamilyen formában, és 1960-tól van bajnoki rendszer, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ugyanazokkal a szabályokkal, ez a szektorlabda. Van ugye a 12 érintéses asztali labdarúgás nevű játék, ő Brazíliából jött, bár egyébként maguk a brazilok azt vallják, hogy az első világháború után emigráló magyarok vitték ki a gombfocit Brazíliába, ennek még kutatása még folyik. Ott gyakorlatilag ugyanez a szituáció, kicsit más eszközökkel, kicsit más szabályokkal játszuk, és van ugye a harmadik, ami pedig nem régiben tört be Magyarországra, és erről majd ugye Gábor barátom fog tudni bővebben beszélni, mert az asztalon is látunk ugye a Subuteo. Nálunk ez nagyon új, viszont a világban ez a legelterjedtebb. Uh-huh. Úgynek nagyon örülök, hogy behoztátok
a bábukat, mert akkor múltkor beszéltünk róla, te valahogy úgy említetted, hogy erre mondtad talán, hogy ilyen Kejfel Jancsi-szerűségek. Ez volt az, vagy az? Így van, tehát végtelen szakszerűséget sikerült belevinnem ebbe a megfogalmazásba, ezt el kell ismernem. Én személy szerint a Subuteo játékot eddig egyszer játszottam, és rájöttem, hogy végtelenül tehetségtelen vagyok ebben a játékban, úgyhogy éppen ezért be is neveztem egy nemzetközi versenyre, hogy megmutassam, hogy mennyire tehetségtelen vagyok. Gábor barátom remélem majd olyan csoportba fog betenni, ahol kis gólarányú vereségeket szenvedek, de hát a bundát azt majd hagyjuk későbbre. De milyen optimista vagy, mint aki most kezd el futni, jóval mi legyen az első táv? Maraton, tehát hogy a biztosra mész. Na jó, hát akkor beszéljünk úgy az aktualitásról. Tehát maga a klub 5-6 év után indult újra tulajdonképpen. Itt azért Vácon, a térségben volt versenyszerű gombfoci. Miért is maradt ez abba? Még annó. 11-ben, ha minden igaz. Nagyjából akkortájt volt. Ez ugye Vácon a klub 1960 óta működött. 64-ben feloszlott egyébként, majd utána többször újra alakult, és újra sikeres tudott lenni. 2011-ben lényegében azt lehet mondani, hogy technikailag megszűnt, a játékosok kissé szétszélettek, én magam is másik egyesület színeiben versenyeztem. Nagyon sokan most abban az életkorunkban voltunk, abban a korszakban, amikor családalapítás, karrierépítés, stb. És egy kicsit háttérbe szorult ez az egész történet. És most tűnt úgy, hogy újra összeáll egy olyan társaság, akikkel ezt el lehet kezdeni, és érdemes újra elkezdeni. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a korábbi sikerkorszakból a játékosoknak nagyjából a fele visszatért, vannak új játékosok értelemszerűen. Szeretnénk is, hogyha minél több új játékos lenne, kiváltképp ugye az új szakágak tekintetében, de természetesen bármelyik másik, akár még a trafikos gombfocival játszókat is nagyon szívesen látjuk. Most jött el az idő, amikor azt tudtuk mondani, egy kicsit mindenki megnyugodott, egy kicsit helyre tettük az életünket, és akkor most teljes erővel hajrá előre. A felkavaró gombfocinak a hatásai végre akkor lecsillapodtak, és akkor új erővel vágtok bele. De ugye jött hozzánk egy e-mail, egy üzenet, nagyon toppul meg volt benne minden fogalmazva, hogy tulajdonképpen itt most az NB3-ba kezdődik a karrier gyakorlatilag, mert ugye kvázi egy új egyesületről van szó. Tehát itt is vannak osztályok, hogy NB2, 3, 1, majdnem sorrendben sikerül mondanom. És akkor hogyan lehet egyik osztályból a másikba feljebb kerülni? Tehát ott is vannak mérkőzések, amik felállnak előtte, himnusz, meg minden, vagy tényleg annyira gombfoci szűz vagyok ebben az értelemben, hogy kell ezt elképzelni? Megint nekem fog kelleni majd ezt jól elmondani. Utána a Gábor majd brillírozik mindenféle. A három szakák közül ugye Magyarországon a szektorlabda az, ami elterjedt értelemszerűen, hiszen az itt fejlődött ki. A szektorlabda szakákban van pillanatnyilag három osztály, NB1, NB2, illetve NB3. Értelemszerűen egy új klub az NB3-ban kell, hogy induljon, ez ellen nehéz mit tenni, bár valóban mókás jelenet volt egyik-másik mérkőzésen, amikor... Világbajnokok ott van. Amikor igen, tehát föl tudtunk állni olyan ellenfél ellen, hogy szegényeknek a teljes játékos keretüknek nem volt annyi ranglista pontja, mint nálunk egy játékosnak. De ez vele járója, tehát nincs ezzel semmi baj, mi igyekeztünk a lehetőség szerint a legtöbb tudásunkat átadni azoknak, akik az NB3-ban kezdőként szerepeltek, tehát nem arról szól ez, hogy most oda megyünk, és akkor most mi vagyunk itt a valakik, hanem egyébként egy nagyon baráti jellegű kis versengés volt ez. Egy év alatt lehet felkerülni egy osztályt, az első két helyezett fog felkerülni. Az NB3 rájátszása már lezajlott egyébként, a négyes döntőbe két csapatunk is bekerült. Ugye erről még nem esett szó, de valóban most egy regionális egyesületként alakultunk meg, tehát most nem csak mint Vác, hanem van csapatunk Gödön, van csapatunk Csörökben, Vázdukán tervezzük, hogy valószínűleg elindítjuk vagy még idén, vagy jövőre. És úgy néz ki, hogy a Gödi és a Váci csapat az be is jutott a négyes rájátszásba, Szeged és a Kecskemét mellett, tehát november 10-valahányadikán, ezt most fejből meg nem mondom, Vázdukán rendezzük egyébként majd az NB3-nak a rájátszását, és ott két csapattal szerepelünk. A másik kettő szakág az még új, tehát ott még nincsen annyi csapat, hogy osztályokra legyen bontva, ott is van értelemszerűen bajnokság, de ott még nincs ilyen, hogy másod-harmad osztály, mert még nincs annyi csapat, tehát ezek tényleg ilyen néhány éve jöttek be az országba, még fellendülőben vannak. És ugye akkor éppen, hogy említetted, az egyik új szakág, ez a Subuteo, amire én azt mondtam, hogy először olyan hangzása van, mint egy ilyen keleti ilyen táncművészet vagy harcművészet lenne. Aztán volt egy ilyen vicces történet, hogy egyszer, vagyis volt ez? Hát az úgy volt, hogy amikor először elmentünk a nagy sportág választóra, hogy szeretnénk ott szerepelni, akkor beraktak minket mindenféle különböző sátrakba, és pont két kínai vagy olyan keleti harcművészeti sátor között voltunk, mint szubuteósok, és a rendezők szerintem néztek is ránk, hogy mit csinálnak ezek a zöld asztallal, hogy itt cipelik, nem fognak rajta ugrálni. Hát nem ugráltunk rajta, hanem pont, hogy ezt a Subuteo nevű játékot játszottuk, ami a neve hangzás ellenére Angliából ered. Kicsit később, mint a gombfoci, ezt a II. Világháború után találták ki az angolok maguknak, hogy
Hogy megijedhettek a kínaiak egyébként, meglettek, fú, ezeknek nem dobó csillag van, ezeknek már nagyon más dolgok, ezek kemények lehetnek. De kérlek, miközben kicsit valahogy bemutatod ennek a játék, be tudjuk mostanában. Persze. Jó, nyilván nem olyan asztal van, ami ehhez a legalkalmasabb, de nagyjából az alapokat, hogy mégis ez hogyan néz ki. Közben akkor egy néhány szót tudnál arról mondani, hogy mégis mi lesz ez a nemzetközi torna? Oké, hát a nemzetközi torna az június 17-18-án lesz egy International Open nevezetű verseny, ahová külföldről nagyon sok külföldi versenyzőt várunk, leginkább Ausztriából, de jelentkeztek meg ketten Spanyolországból, Romániából is, és hát várjuk még a többieket, hiszen még több mint egy hónapunk van a verseny kezdetéig, úgyhogy remélem, hogy minél többen eljönnek majd Magyarországra. Ez bele fog majd számítani abba, hogy a csapat a ranglétrán hogyan tud feljebb menni? Vagy ez ilyen ettől különálló, független esemény? Hát ez egy más, úgy van, hogy a három szakágnak külön van ranglistája. És a Szubuteónak van egy világranglistája, és a világranglistán természetesen az adott verseny eredmények után ranglista pontokat lehet szerezni. Ez nem a tenisz, csapat, nem? Tehát hasonló, ott szokott olyan lenni. Igen, és nem csak egyénileg lehet csapat ranglista pontokat, hanem csapatként is lehet ranglista pontokat szerezni, és a csapatot is feljebb és feljebb sorolják, hogyha minél jobban teljesít. Vágjunk bele, jó. Én azt mondom. Oké. A játékot meg úgy játszák, igazából egy jó mutató új kell csak hozzá, és így. Ez a mozdulat. Így kell pöckölni a bábukat. Hát ebben még lehet jó lenni. Igen. Ami érdekes, hogy a gombfocihoz képest, hogy a gombfociban vagy a szektorlabdában lerakjuk a kapust, és akkor az is statikusan áll. Uh-huh. Na itt viszont van arra esély, hogy mozgassuk a kapust. De hogy leszel ebben világban? Tehát, hogy neked annyival jobbak az ujjaid, vagy... Hát itt is számít, ugyanúgy, mint a szektorlabda, vagy bármelyik ilyen futballutánzó játékban, az ügyesség, ugye, hogy mondjuk, ha itt a labda, akkor ezt pont úgy találja el, hogy a játékos itt érintse, hogy aztán tudja a gólt lőni. Illetve hát, igen, tehát maguk a taktikai megoldások, hogy mondjuk pont ide be tudjak állni, hogy nehezebb legyen kapura lőni, vagy ha... Ez tulajdonképpen, ne haragudj, hogy félbe szakítalak, tulajdonképpen így a jegyeit tekintve, kicsit ugye a mentális részt tekintve, azt az apparátust, kicsit a sakk, illetve hát mondjuk a snooker, tehát hogy... Abszolút, igen, igen, mi is ezt szoktuk mondani, bárhol vagyunk bemutatók, hogy a futball, mert hát egyértelmű, a sakk, mert a gondolkodás miatt, és vagy a snooker, vagy a biliárd, ugye, hogy ha itt találom el a labdát, akkor arra felé megy, ha másik irányba, akkor a másik irányba megy, és itt is arra kell gondolni, hogyha itt eltalálom a labdát, akkor az álljon meg itt, hogy aztán majd ezzel a játékossal eltaláljam, és akkor tudja a gólt lőni. Uh-huh. Hú, most ki fogok fordulni, megkérdezem az operatőr kollégát, hogy vajon meg lehet-e azt csinálni, hogy én oldalról kicsit mondjuk kipróbálom. Megkaptam az ítéletet. Igen. Tehát ezt kéne ugye pöckölni. Igen, és akkor rakd le nyugodtan a kezed az asztalra, és csak ennyi, mint mondjuk valamit el akarná, a labdát ezzel visszarakom, valamit el akarná pöckölni az asztalról. Aha. Opa, hát ez bedobás. Ennyi. És akkor a kapura lövésnél pedig úgy működik, hogy ugye valaki fogja a kapust, én lövök, és ha ügyes, akkor ki is tudja védeni egyből. Aha. Na hát ez már most sokkal komplexebb, mint amit gondoltam, ugye amiről beszéltünk, hogy a trafikóban megvetted, azért ez már nem az a kategória. Ez egészen más itt már. Ez nagyon. De igazából, ha most szigorúan arra akarnánk kitérni, hogy miben különbözik mondjuk a trafikban megvásárolt történettől, egy dolog maga az eszköz. Nincs olyat a grosítsnak a kép. Egyébként van olyan, ja, létezik természetesen. Amiben nagyban különbözik, az a precizitása ezeknek az eszközöknek, amiket mi használunk. Itt a Szubuteó esetében én kevésbé vagyok szakértő, hogy mi számít jónak és mi számít rossznak. A szektorlabda szakákban, illetve a 12 érintéses szakákban én például saját magamnak csináltatom, illetve saját magam tervezem az eszközeimet. És én pontosan tudom azt, nekem van olyan gombfoci csapatom, amíg kitaláltam, hogy az honnan indul, és elkezdtem kísérletezgetni, és egyszer készen lett, eltelt 3 év, és ráment 500 000 forint. Tehát pokoli precízek ezek az eszközök, 10 milliméterekről, dőlésszögekben ilyen félfokokkal szórakozgatunk. Akkor kicsit még Forma 1 is, tehát hogy még a tizedek is számít. Igen, tehát ilyen szempontból, illetve ami egy hatalmas különbség, a trafikban, én gyerekként, mikor megvettük a trafikban a gombfocit, mi történt? Egyet, eljössz, egyet, én jövök, nem bonyolítjuk túl a dolgot. Na itt olyan pokoli bonyolultak a szabályok, hogy egyrészt az, hogy gyorsan kell reagálnod mindenre, tehát nagyon hamar föl kell mérni azt a 2x1,5 métert, ami az orrod előtt van, ugye akkor egy pálya. Az villámgyorsan át kell látni pontosan mi van, és azt a 200 oldalas szabálykönyvben el kell helyezned ezt a szituációt, majd kitalálni azt a megoldást, amivel te előbbre tudsz jutni. Uh-huh. És ugye erre például a 12 érintéses szakákban egy lépésre 5 másodperc van. Tehát 5 másodperc alatt fel kell mérni ezt az egész szituációt, és ezek után még kivitelezni olyan pontossággal, hogy adott esetben lehet, hogy 2-3 mm tévedhetsz 1,5 méteren. Tehát ez az alapvető differencia mondjuk egy trafikban vásárolt gombfocihoz képest. Meggyőztetek, tehát itt alapvetően tényleg egy nagyon precíz és komoly sportról van szó, és abban is meggyőzte, hogy igen, ez tényleg sport. Még egy utolsó kérdést azzal kapcsolatban, hogy mik most a célok
az újonnan alapult egyesület életében? Az elsődleges célunk az mindenféleképpen egy a régi mellé és a régi köré és a régivel karöltve és összefűzve egy új bázis kialakítása. Ugye nem véletlenül készülünk most úgy, és nem véletlenül működünk most úgy, hogy nem csak Vácra összpontosítunk, hanem ugye a környező településeken is tartunk játéklehetőséget. Pillanatnyilag Gödön már működik egyébként ez a történet. Várunk minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel, mert én azt gondolom, hogy egyrésztről mind maga a játék megérdemli azt, hogy ezt műveljük, másrészt egy pokoli jó társaság és egy pokoli jó szórakozás. Ugye értelemszerűen ez az elsődleges cél. Ez például itt Vácon egyébként, ez, aki mondjuk tag szeretne lenni, ez milyen költséget von maga után? A tagság az nálunk önkéntes. Tehát mi ezt úgy találtuk ki, hogy ha valaki úgy dönt, hogy ő lejön és szeretne nálunk gombfocizni, akkor ő lejön és közöttünk gombfocizik. Van egy jelképes, éves szinten 5000 forintos tagdíj, amit az egyesületünk pillanatnyilag szed. Ez egy abszolút önkéntes, aki úgy érzi, hogy ő szeretné ezzel támogatni a mi működésünket, az ezt befizeti, aki nem, az értelemszerűen nem gátolja meg abban, hogy ő játszhasson közöttünk. Ugyanez igaz Gödre is egyébként, tehát ott is ugyanígy működik a történet, illetve ugyanez lesz bevezetve majd valószínűleg ugye Csörökben, illetve Vázdukán. Vagy hát, ha még sok helyen Őrbottyánból is van már megkeresésünk, hogy ott is indulnának, mindenhol így fog működni. Ez az elsődleges cél, hogy legyen egy bázis, legyen egy klub élet gyakorlatilag. Egyrészt ugye a hovatartozás kedvéért, én az életemben nagyon sokat számított az, hogy volt egy csapat, akihez én tartozhattam, és szeretném ezt továbbadni másoknak. Másik viszonylat ugye az a versenyzés. Ugye értelemszerűen azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a Váci csapat az éveken, évtizedeken keresztül a világ legjobbjai között volt számon tartva, és bár azóta a jelenlegi játékos keretünk, én azt gondolom, hogy az NB1 középmezőnyének a szintjét tudja hozni, ugye nagyon sokan váltak ki a régi csapatból, értelemszerűen ebben is szeretnénk újra felfejlődni. Egyénileg vannak olyan játékosaink, akik nemzetközi szintet értelemszerűen meg tudják ütni. Az Európa-bajnokságra majd októberben természetesen készülünk, és úgy néz ki, hogy ott még reális esélyekkel is pályára léphet némelyikünk. Csapat szinten pedig nyilván most először az NB3-at meg kell nyerni, aztán meg kell nyerni az NB2-t, és utána az NB1-ben én azt gondolom, hogy a reális cél az lesz, hogy maradjunk bent, de addig még vannak közel 3 év, tehát még annyi minden történhetik, hogy még akár lehet, hogy akkor azt fogom mondani, hogy akkor most meg kell nyerni az NB1-et is, illetve a másik két szakágban pedig felzárkózni. Tehát itt gyakorlatilag, amikor mi megszűntünk 2011-ben, ezek a szakágak még nem léteztek. Tehát nekünk ez teljesen új. És egyébként ez a jó abban, hogyha lejön közénk valaki, teljesen ismeretlenül, hogy ő még életében nem látott gombfocit, lejön közénk, és olyan szakágakban is tud velünk játszani, amihez még mi is teljesen ostobák vagyunk. Tehát nem arról szól a sztori, hogy lejön szerencsétlen ember, és akkor 27 világbajnok jól összeveri őt a francba, hanem valóban én megmondom őszintén, játszom. Milyen motiváló lenne már? Igen, teljesen jó egyébként. Hát én is néha gondolkodtam rajta, hogy esetleg belekötök a Tysonba valahol valamikor, de aztán letettem erről a tervemről, és akkor mégis inkább otthon az asszony csapom agyon, de hát... Ez a kinek a papné, ugye? Na jó van. Hát uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Egyrészt ugye a tájékoztatást, hogy éppen, hogy mi az élet az egyesület tekintetében, hogy ezt ilyen nagyon csúnyán fogalmazzam meg, illetve hát köszönjük szépen ezt a kis demonstrációt, és hát örülök, hogy kipróbálhattam, és mindenkit arra biztattunk, hogy legalább egyszer próbálja ki, mert hát hogy azokat a dogmákat kicsit lerombolja azt arról, hogy mi él az emberek fejében a gombfociról, mert ez már egészen más. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt már a hétfő esti Spiritus. Mint tudják, jövő héten a szokott időben és a szokott helyen itt az ES Televízión újra találkozunk. Viszontlátásra!